Pénz egyenlő séta. Igen, lehetséges. Nos, sziasztok srácok, a mai videóban megmutatom nektek, hogyan keresettek egyszerűen pénzt, úgymond ingyen keresel pénzt, tulajdonképpen sétálással. Bizonyára sokótok már hallott a Sweatcoin nevű alkalmazásról, ami a megtett lépéseknek ez egy, ilyen kétharmadát beszámolja, úgymond Sweatcoinba, és te ezt különböző dolgokra ki tudod váltani. Tehát, van nekünk itt egy olyan, tehát itt van maga az alkalmazás, a Sweatcoin. Ez így néz ki, le lehet tölteni, linkje ott lesz a leírásban nyugodtan. Ugyebár én most ilyen kikapcsoltam, tehát ezért most itt ízél, hogy akkor nem számolja. Tehát lényeg, hogy az alkalmazásnak a háttérben mindig futni kell, tehát soha ne szárjátok be, csak swipe-oltok ki, vagy bármi. Tehát futni kell, hogy mérje a lépéseket. És akkor mutatom. Ez a, hát nem a napi lépés szám, mert nekem ugyebár bárki volt húzva. Tehát van itt maga ez a rész, itt vannak az offerek. Tehát itt például ilyen különböző dolgok, a kakaófát tudsz ültetni, itt van 800 Sweatcoin. Oké, biztos. De aztán itt van ilyen meditációsabb, aztán itt az instant bónuszisnál megnéz egy videót, kapsz egy Sweatcoin. Logika. Bőrönd, és akkor a top offerek, azok pedig a iPhone X-es, az ilyen 20.000 Sweatcoin, ez mindegyik az, egy 1000 kilométeres kirándulás, illetve 1000 dollár cash bankkártyára. És akkor itt, ha neked saját vállalkozásod van, és akarsz nekik felajánlani úgymond offert, akkor itt tudsz náluk jelentkezni. Következő menüpont az az egyensúlyom, tehát itt van, hogy mit kapsz, mire költöttél. Én a múltkor vettem egy ilyen kávét, ennek csak a szállítása volt, mint látjátok, 3 font. Még nem jött meg, de két hetet írtak, tehát ez a múltkor ez ilyen pár napja volt, szóval várok rá. Nagyon király, és akkor itt, ha rámész, hogy I'm claim this, akkor megvan. Tehát ezt például ingyen vettem, 15 Sweatcoin-nél. Szóval ez a rész így ennyi tud, illetve a transfernél, ha beírod valakinek a nevét, mondjuk legyen, nem tudom, lényeg, ha a transfernél beírod valakinek a nevét, akkor tudsz neki Sweatcoint küldeni, és akkor így összetudjátok dobni csoportosan a pénzt, úgymond. Aztán, ugyebár a főmenü, itt forog ez a cucc, ez azt mutatja, hogy neked éppen milyen a rangod. Nekem ez ilyen esetben Breaker. Van még Battery Saver mód. Én nem használom, tehát annyira szerintem nem szívja az aksidat, egy GPS lokáció meg mobilnet kell hozzá, és szépen elfut. Információban itt a tracking, itt van, hogy most jelenleg 1135 lépés még nincs beküldve. Rámegyek, hogy sending. Ezt így megcsinálja, ezt így szépen analizálja, megnézi, hogy ebből mennyi a valós, illetve mennyit csaltál a lépésekből. Pontosan. És akkor itt mindjárt jön tovább, ezt így, ez itt egyből megnövekedik, csak ezt nekem általában egy kétszer szokta megcsinálni. Fogalmam sincs miért, így van, kész, ezt el kell fogadni, másodjára jó lesz. Tehát analizálja ugyebár, és akkor itt a Sweatcoin Steps, néha be is küldi nekünk, tehát jön, puff, megemelkedik. És itt van, plusz 0,34-et kaptam, és akkor most 1,24-et kerestem ma. Itt van egy ugyebár, hogy egyéb lépések, aztán a Get 5 Now-nál itt megosztod, és akkor, hogyha invitelsz barátokat, akkor kapsz érte Sweatcoint. Updates. Igen, itt az egyik haverommal küldözgettünk egymásnak, illetve a profilom. És itt van egy Breaker. Ez egy 30 napig ingyenes, még van 20 napom. Amúgy ez az alap a mover. Ez azt jelenti, hogy egy nap maximum 5-öt tudsz összeszedni, a breakerrel pedig 20-at. Meg még van a troublemaker, de hát ez coming soon, és erre már várhatunk szerintem még egy jó ideig. Hát végül is így ennyi maga az applikáció, ami még egy nagyon fontos dolog. Tehát ez nem más, ez a fontos dolog, mint hogy van rá, tehát Apple Watch-ra is. Nekem ugyebár ez itt van szépen. Megnyitjátok, szépen bejön, amúgy az Apple Watch-ban van gyroszkóp, szóval ez ugye el lehet mojókálni, itt is méri, tehát összepárosítja a telefonnal, és így minden lépés számol, még hogyha a budira kimész, azt is, ahova nem viszi a telefont, azt is. És akkor workoutba ezt is le tudod tudni, visszaszámol szépen, kiírja a jelenlegi rankodat, és gyűjti neked a Sweatcoinokat. Plusz kalória, stb., amit pedig, hogyha megállítod az edzést,
akkor lemen neked a tevékenységekbe. Hát végül is ennyi a lényege. Szóval srácok, végül is ennyi lett volna mára. Jövő héten nem tudom, mivel készülök nektek, de majd valószínűleg Instára ki fogok tenni egy olyan sztorit, hogy valami idióta és iszonyatosan nehéz találó kérdés. Tehát találós kérdéseket várok tőletek, ugyanis hamarosan itt a 2.30, én pedig beígértem, hogy megsokkolom magam. Most ők 2.20, de 3 ember kell. És az lesz a koncepció, ezt most leszpoilerezem, tehát hogy ha nem tudom a választ, akkor körülbelül lenni az egész. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a Patreon oldalam linkje ott lesz a leírásban, egyéb információk a leírásban, most végre összedobom úgy a leírást, hogy az így minősíthető legyen. Szóval srácok, vigyázzatok magatokra, szevasztok!